Ezek a felvételek július 15-én készültek, amikor a Szigligeti Színház igazgatója átadta a kulcsot a felújítást végző kivitelezőnek. A munka azonnal elkezdődött. Az elmúlt hetekben felbontották a színpadot és a nézőteret, jelenleg pedig egy méter vastagon a betont szedik fel. Emiatt felvételeket sem készíthettünk, a munkálatok ugyanis veszélyeztetik a civilek biztonságát. Ez pedig már az Abanovák Agóra kulturális központ, ahová átmenetileg költözik a teátrum. Ez itt az erkélterem, éppen mobilfalakat építenek be, gyertek beljet. Hát ezt látjuk, és most folyik a villanyszerelési munkálatok, a vezetéket most húzzák be. Ugye az internethálózatot is be kell húzni, a telefonhálózatot is ugyanúgy, tehát azért ez egy kis időigénylő munka. 20 nap áll rendelkezésükre, hogy mindennel elkészüljenek. Augusztus 27-én ugyanis indul a munka. Hát az erkéltermet és a balettermet megnegyedeltük, úgymond, ami annyit jelent, hogy ilyen mobil falakat építettünk be. Ugye nagyon sokan vagyunk az épületben, és mindenkinek el kell férni. Ez annyit jelent, hogy az erkélteremben lesz az igazgatóiroda, itt lesz a titkárság, itt lesz a dramaturg, a műszaki vezető, többünknek, köztük nekem is itt lesz irodám, vagyis inkább csak egy kis helyem, egy íróasztalom. Itt lesznek az ügyelők, súgók, segédrendezők. A balettteremben a díszítők, fodrászok, öltöztetők kapnak helyet. A 20 állandó színészre 4 öltöző jut, 2 férfi és 2 női. Ide klímákat szereltek, más változtatás nem történt. A színház teremben viszont komoly átalakításokat végeztek. 2 ajtót vágtunk, tehát falat kellett bontani, és ezek az ajtók szintén beépítésre fognak kerülni. Egyrészt azért, hogy beférjen a díszlet, ami eddig nem volt megoldott. Másrészt más az, amikor nagy színpadon végzünk munkát, és nagyon-nagyon sok embernek kell hirtelen egyszerre a színpadra menni, hogy a másik oldalon is bontottunk, ugye ott az ügyelői rendszert is ki kell építeni. De a művelődési ház örült ennek, mert hogy ők is jobban tudják majd utána hasznosítani az épületet. A 20 művészen kívül a teátrum 50 dolgozója kezdi meg a munkát a hónap végén a művelődési házban. A gazdasági iroda a volt néplapszékházban kapott helyet a következő egy évre, a díszleteket pedig átmenetileg a Studentben, a Szolnoki Kampusz valamikori kollégiumában tárolják.